A Debrecen eddig a Nyíregyháza és a Diósgyőr ellen játszotta a keleti rangadókat, szombaton azonban egy új keletről érkező ellenfél látogat a nagyerdei stadionba. Az újonc Kisvárda a Lokival ellentétes utat járt be az eddigi 8 fordulóban. A szombati házigazda jól kezdte a bajnokságot, azonban az utóbbi 4 fordulóban 2 vereség mellett 2 döntetlent játszott Herceg András együttese. A várdaiak 4 vereséget követően 8 pontot szereztek, úgy, hogy 2 utolsó meccsükön győztek Dajka László tanítványai. Így a tabellán a 8 pontos Kisvárda megérkezett a 10 pontos Debrecen mögé. Lépegetünk előre, talán ugye a labdarúgás mindenki szegmensében, egy picit már léptünk előre. Egyetlen egy dolog van, hogy úgy gondolom, hogy nincs nekünk félnivalónk senkitől. Megpróbálunk úgy futballozni, ahogy eddig is futballoztunk. Biztos vagyok benne, hogy a hazai csapat is megtesz mindent, hogy otthon tartsa 3 pontot. Nekünk egy feladatunk van, hogy próbáljuk azt hozni, ami az utóbbi hetekben jellemzett minket, már pedig a stabil labdatartás és abból átmenni támadásba. Én nagyon remélem, hogy ezeket a feladatokat meg tudjuk oldani, és bízom abban, hogy a csapat sikeres lesz. A Debrecen vezetőedzője nehéz mérkőzésre számít, de szeretné, ha már a Kisvárda ellen visszatalálnának a bajnokság elején járt útra. A Kisvárda az utóbbi időben nagyszerűen szerepel, ugye, eredményes jól is játszik, ugye úgy néz ki, hogy ugye összeszoktak itt a játékosok, meg azt gondolom, hogy az elején nagyon nehéz volt a sorsolásuk is, de valóban meggyőző és jó testvényt nyújtanak. Hát nekünk is az a célunk, hogy minél hamarabb újra elkapunk a vonalat, lábra kapunk, és hát nagyon nem várnánk ezt már a Kisvárda elleni találkozón, így lenne. A Kisvárda-Debrecen mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a nagyerdei stadionban. A 9. forduló további párosítása a következő: Puskás Akadémia Budapesti Honvéd, Szombathely Paks, MTK Budapest Mezőkövesd, Ferencváros Újpest és Diósgyőr Molvidi.